Autószerelők mestervizsgáján készültek ezek a korábbi felvételek a pécsi Angster József szakképző tanműhelyében. Itt természetesen jogtiszta forrásból származó szoftvereket használnak a diagnosztikai berendezéseken. Nem úgy, mint az a nyugdíjas korú autószerelő, aki a saját szervizében hamis programokat telepített a gépeire. A pécsi járásügyészség szerző jogok megsértésének büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfival szemben, aki a vállalkozásában illegális programokat, szoftvereket használt. A vádirati tényállás szerint a férfi egyéni vállalkozóként működtette autószerelő műhelyét, ahol a műhely számítógépeire illegális szoftvereket, illetőleg programokat telepített. A vállalkozó 2019-től kezdődően a meghibásodott autók hibáinak szűrése céljából több olyan szoftvert telepített a műhely számítógépére, melyhez nem volt jogosultsága, illetve a szoftver használati díjat sem fizette. A szoftverek többségét kizárólag az adott márkához tartozó márkaszerviz szerződéssel rendelkező partner kaphatta meg, így annak használatára a vádlott nem volt jogosult. 2023. októberében az adóhatóság munkatársai egy ellenőrzést folytattak le ebben a műhelyben, amelynek során megállapították, hogy illegális programok vannak feltelepítve. Összesen 5 jogtulajdonosnak okozott vagyoni hátrányt, ezeknek az összege a 180 ezer forinttól a 38 millió forintig terjed, összesen közel 60 millió forint vagyoni hátrányt okozott a vádlott ezen illegális szoftverek, programok telepítésével, illetőleg használatával. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Előkészítő ülést is tartanak ebben az ügyben. Ennek lényege, hogy bizonyos feltételek mellett tárgyalás nélkül hozhat ítéletet a bíróság, az ügyészség által meghatározott büntetést kiszabva. A vádiratban az ügyészség, amennyiben a vádlott a bűnösségét elismeri, indítványt tett az előkészítő ülésre, mégpedig ebben az indítványban az szerepel, hogy felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a bíróság vele szemben. Mivel a nyomozás adatai szerint 60 millió forint vagyongyarapodást ért el a vádlott a hamis szoftverekkel, ezért vagyonelkobzásra is javaslatot tesznek. Ennek értéke mintegy 44 millió forint.